És kezdődik is a Hétköznapok. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat, és nagyon örülök, hogy a Hit Rádió stúdiójában köszönthetem nagy szeretettel Olá Gergőt, nagyon híres, népszerű énekest, és kedves felesége Niki is eljött veled, és ennek különösen örülök. Sziasztok! Ritka pillanat, sziasztok! Ritka pillanat, ugye, hogy így együtt nyilatkoztok, ha jól tudom. Rádióba, igen. Hát talán... Nem, tehát rádióba azért konkrétan... láttalak én már téged szerepelni. Igen, tévében már voltunk, de rádióban nem igazán. Egyszer voltunk. Egyszer voltunk, a Hit Rádió indulásakor voltunk rádióban. Na, hát az már nem tegnap azóta volt. Azóta még közösen nem is voltunk rádióban, képzeljük. És szerintem itt az új stúdiónkban biztosan nem voltatok még. Én már voltam. Te voltál? Én már voltam. Komolyan? A Gyanisták műsorban voltam. Ó, na arról lemaradtam. Társ műsorvezetőként voltam. Azt, hát gratulálok. Igen, és te van. Akkor nem, te kicsit ilyen visszahúzódóbb, vagy nem szeretsz annyira? Szeretek a háttérbe maradni inkább. Uh-huh. Hát most nem lehetsz a háttérben, muszáj lesz egy kicsit előjönni, kitörni a csendből, így van, igaz? Így van. Na hát ugye 5 gyermeketek van, vegyük is akkor sorra őket. Kárla a legidősebb, őt el is hoztátok magatokkal, és akkor utána inkább ti mondjátok, hogy jönnek a gyerkőcök. Na, sorban. Vagy még ez nekünk is problémát okoz. Gergő most akkor vizsgázik belőle. Igen, van ugye a Kárla, aki itt van velünk, ő a 11 éves, van a Denis, ő a 10, utána jött a Nolan, aki 6, az Anna, aki 3 éves, igen. Igaz? És a legkisebb pedig a Holly. Holly, de cuki neve van. Ő meg fél éves körülbelül, éves, ugye? Van, és rá most ki vigyáz? Hát most a mama, a Gergőnek az anyukája vigyáz rá. Uh-huh. Most csak egy gyerekkel kell lenni, az elég könnyű dolog most. Igen. De a mamák is kemények, simán el vannak az 5 gyerekkel is. Mind van. Az 5-öt bírják, bevállalják? Beszokták, muszáj. Aha. Meg hát a Karla befogjátok őket. Ő besegít nekik, tehát ő már nagy lány. Aha, nincs mese, itt 11 évesen már be kell segítenie. Mind, olyan, mint egy pótanyuka, nagyon sok. De igen, tehát ő tudott, tehát nem kell kérni se. Magától. Segít, de tehát jó, érzi, vérében érzi, van. És csinálja, igen. Uh-huh. Igen, hát, ha sír, akkor hamarabb ott van, mint Gergő. Ja, és aha. Jobban tudja konkrétan már dolgokat, mint én. Tehát nem ott van Niki mellett mindig, etet, figyeli, italt, altat, mit, hogy figyel. Csinálok, uh-huh. Hát le a kalappal, Niki, te egy hősnő vagy. Szóval ennyi gyermeket így bevállalni, és látom, hogy azért a közösségi média világában is bátran vállaljátok, mert ahogy azért így érzékeltem, néha negatív kritika is érte azt, hogy ti gyermeket vállaltok, és ennyi gyermeket? Érte, hát... Úgy szokott ez általában lenni, hogyha esetleg én az örömünket azt általában szeretem megosztani a oldalaimon. Aha. És ott szívesen osztom meg, mert tudom, hogy az a közösség, ami ott van az oldalamon, azok mind olyan emberek, akik szeretnek minket, és örülnek a mi örömünknek. Csak általában most már ugye az van egy jó pár éve, hogy azt azonnal átveszik, és bulvár cikkek máshogy fogalmazzák meg a dolgokat. Uh-huh. Máshogy fogalmaznak, és olyan rossz fejcímeket tudnak nekik adni, és általában az emberek többsége, most nem tudok százalékot mondani, de nagyon sokan csak a címet olvassák el, és az alapján elkezdenek komment szekcióba brutál dolgokat írni. Az én oldalamon, hála Istennek, nincsenek negatív kommentek, aha, de születnek ugye cikkek belül, na és akkor azok alatt viszont elindulnak ilyen nagyon nem olyan kellemes kommentek azért, amiket nekünk meg kell ám harcolni. Hát mindig. Nem csodálom. Igen, igen. És egyébként azért én úgy tudom, hogy te régen egy zárkózottabb ember voltál. Most így nem jelent már nehézséget, hogy egy kicsit a nyilvánosság előtt éljétek az életeteket? Hát igen, most már ugye 10 éve vagyok így... Reflektorfényben. Igen, mondhatjuk. Mert hogy megnyerted ugye 2012-ben a harmadik X-faktort, és van. Akkor ismert meg az egész ország. Igen, igen, igen. És hát igen, én nem voltam ennyire... Tehát beszélni sem nagyon tudtam. Most sem tudok adni. Nehogy nem, ne viccelj! Hát aki már műsorvezető a rádióban, hát mit akarsz? Ne viccelj! Nem, tehát... Konkrétan nagyon sokat fejlődtem. Ennek örülök is, de például, ha 10 évre megyünk vissza, akkor hogyha, mert akkor én nagyon sok énekversenyt is próbáltam már az X-faktor előtt is, uh-huh, és például véletlenül valahol kellett egy interjút adnom, akkor max annyit tudtam válaszolni, hogy igen, nem. Pont a napokban néztünk videókat vissza. Tényleg? Aha, hogy így mennyire visszahúzódóan beszélt, uh-huh,
viselkedett. Igen. Tehát jó látni, nem a fejlődést, hogy kinyíltál. Igen, pont ezt beszéltük, hogy jó volt visszanézni, gyerekeknek mutattam ilyen interjúkat régi. És ők is nevettek. Apuka milyen csöndes volt. Hogy menj a hangsúlyom, a hanglejtésem, a hangom, a hangszínem, így az évek alatt az ember mennyit tud változni, de nyilván ugye én ezt tudatosan is szerettem volna, és azért megfordultam közegekbe, emberek között, tévéműsorok, és azért ez így fejlesztette meg, meg én is tudatosan is fejlesztettem magam. Tehát a szókincsem az nagyon, nagyon kevés volt, és azt nagyon fejlesztenem kellett, és visszahúzódó típus voltam, de ez a szakma egy olyan dolog, amiben a nagyon visszahúzódó típusú ember az eltűnik és elveszett nagyon hamar, nem tud érvényesülni. És hála Istennek nekem az elején nagyon jó emberek kerültek mellém, akik azért sokszor felráztak engem, és úgymond neveltek is, beleneveltek engem ebbe a világba, a média világába. Pont egy erős személyiség, az X-Faktornak az egyik producere, Sivetakás László lett azonnal a menedzserem, aki nagyon sok mindenre megtanított engem, aztán Geszti Péter engedte el a kezemet. Hát a Gesztitől is gondolom volt mit tanulni. Bizony. Hát ha nem ő lett volna a mentorom, akkor valószínű, hogy én nem nyerem meg ezt a versenyt. Azt mondod? Olyan szinten a pótapám lett ott abban a fél évben, mert ez nem csak egy hónap volt az a verseny, hanem ez fél éves dolog volt, egy fél éven keresztül toltuk. És ha nem ő lett volna mellettem, akkor például én a verseny felénél hazamegyek és feladom az egészet. Kellett egy ilyen lelki mentor. Ott voltak, és meg mellettünk is ott volt, nem csak Niki mellett. Nikit is hívta sokszor. Te hogy élted meg ezt az időszakot, hogy akkor egy kicsit így visszaugorjunk a múltba? Ugye, ha jól tudom, ti 2008-ban házasodtatok össze, tehát akkor mondjuk kettő már két gyermeketek volt, négy éve voltatok házasok, és hát azért előtte ugye Gergő köztudott, hogy közmunkás volt, mondtad, hogy persze próbálkoztál ilyen versenyekkel, de nem sikerült úgy berobbanni. És hirtelen jött ez a, hát gondolom alig láttad ebben a fél évben. Hát az elején, mikor megtudtuk, hogy elmegy az X-Faktorba, akkor így kicsit ő visszakozott, hogy nem hagy minket itt egyedül, mert ugye akkor a közmunka nem lesz, akkor mi lesz velünk otthon? Azt kicsit. És albérletben voltunk. Uh-huh. Pont, emlékszel arra? Uh-huh. És mennyi idős volt? Talán másfél éves volt a Karla, vagy kettő, és egy két éves volt. A Denis. Pont ez de a picik. Aha. Pici korszak volt, és akkor megbeszéltük, hogy jó, Istenre bízzuk magunkat, és akkor elmegy, én meg majd el leszek valahogy. Ez nagyon erős döntés Ez nagyon volt. Erős döntés volt ott, igen. És hát ki kellett lépni akkor így hitben. Muszáj volt. Így van. Most vagy soha lehetőség. Aha. De azért így tudtad támogatni ebben Gergőt? Hála Istennek tudtam támogatni szerintem, mert de arra nem most. Gondolod? Dehogy nem. Csak hogy nagyon sok mindent ugye nem mondtam el neki abban az időben, és én azzal támogattam, hogy nem tudattam azokat a dolgokat vele, amik otthon történtek. Például, hogy nem bírtam kifizetni az albérletet, vagy úgy adtam a gyerekeknek enni, hogy anyukámhoz mentünk le, meg ilyen dolgokat, mert tudtam, hogy ezeket ő megtudja, akkor azonnal feladja a versenyt, és akkor hazajön, és megy közmunkára. Hát azért ez egy kemény időszak volt akkor. Az nagyon. Meg nyelned kellett. Igen. De hála Istennek megérte. Igen, hála Istennek. Na, de akkor még menjünk vissza egy kicsit, mert engem nagyon érdekel a ti megismerkedéseteknek a története is. Nekem még nem meséltétek el, biztos már 100 helyen elmondtátok, de érdekel. Na, te kezded, vagy én kezdem, vagy? Hát mind a ketten másképp mondjuk. Más a verzió? Más a verzió. Akkor kinek a verzióját halljuk először? Na mondjad te akkor. Kezd el, Niki. Aztán majd kijavítod, ha úgy szoktad. Nem elmondom az én verzióban. Ki nézett ki kit? Na hát igen. Hát igazából én jelentkeztem hozzá a tánciskolába, neki volt egy tánciskolája, és egy barátom akkor mondta, hogy elmehetnék hozzá, de csak úgy menjek el hozzá, hogyha megígérem, hogy nem leszek bele szerelmes. Igen, ezt így belemondta a szemembe, mert hogy akkor belé minden lány szerelmes volt. Nem tudtam. És akkor én mondtam, hogy dehogy is leszek bele szerelmes, meg mit tudom én, miket mondtam még neki. Hány éves voltál? 18. 18. Azt hittem 8. 17. Dehogy.
17. Lehet, hogy már akkor is találkoztunk valahol. Inkább 17 szerintem. 17 voltam, 18. Te a Kicsiny faluban működtél, ahol születtél? Ott Salgó Tarján közelében. Igen, ez a tánciskola, amiről most szó van, ez ott Karancslapújtőn volt. Én ott egy hip-hop táncsulit, ilyen órákat tartottam. Aha. Igen. És akkor te meghallottad, jelentkeztél? Igen, lementem hozzá, akkor pont egy fellépése volt ott a faluban, a színpadon táncolt, cigány táncot, így oldalra volt kötve a cigánykendő neki, meg minden. Meg aztán hip-hopot is. Úgyhogy nem jött be egyáltalán. Nem jött be? Nem. Pont valamelyik nap beszélgettünk erről is, hogy ott megláttam ebbe a cigány ruhába, oda volt neki kötve a kendő. De miért nem jött be? Nem tudom. Nekem olyan, nagy, ahogy mondtam neked, minek tűntél? Nekem ilyen nagyképűnek tűnt akkor. Értem. Uh-huh. Hogy a táncikál, uh-huh. meg a csajok ott voltak. És élveztek, gondolom. Ilyen, igen, akkor a színpadon jó, működni kell a színpadon. És nekem akkor így nem jött be. Nem jött át. Nem jött át az egész. És utána a kis iskolában volt egy hip-hop tánc, és ott már egészen máshogy jelent meg előttem, tehát akkor ilyen hip-hop ruhába volt ez a lógós, laza, na, az már laza fiú. Az se annyira, de jobb volt. Akkor mi a kosztümös? De... Nem, hanem... Amikor elkezdtünk beszélgetni. Tehát mert eddig csak a külső alapján ítélt. Igen. Uh-huh. És akkor rájöttem, hogy hát nem is olyan nagyképű ez a gyerek, ami uh-huh. ennek látszik. Hát fél színpadon magabiztosnak kell mutatkozni, igaz, Gergő? És nagyon jókat beszélgettünk, és nekem abban az időszakban akkor ez kellett, hogy valakivel nagyon mélyen tudjak beszélgetni, vagy csak el tudjam mondani a problémáimat. És egyből ilyen, hogy mondjam, így a beszélgetés nálatok nem ilyen felszínes volt, hanem így mélyre mentetek? Kellett azért két-három alkalom. Hát uh-huh. igaz, én látod... Uh-huh. Nem, tényleg, hát az elején, tehát mindjárt ilyen nagyon mély beszélgetésekbe mentünk bele. Tehát ő akkor nehéz helyzetben volt családügyileg otthon, eléggé komoly szinten, és te akkor tértél meg én igazán. Én akkor tértem meg, igen, ebbe az első szeretetbe, ez a tűz, de jó. Voltam igen. benne. Salgó Tarjáni hídgyülekezetben? Igen, Illéskornél. De jó. Uh-huh. Ott értél meg. És közben meg akkor voltak ezek a családi problémák, nehézségek. Igen. Uh-huh. És akkor nálad... Mondhatod, igen? Hát nem, látom, hogy mondani akarod, mondja. Nem, csak figyellek, hogy akarod-e folytatni, vagy segítsek. Valaki mondja, én nem tudom. Vagy segítsek, mert mondhatod nyugodtan. Igen, hát megismerkedtünk, és akkor ugye ő nagyon nagy tűzbe volt, megtért, és hát konkrétan annyira volt nehéz a helyzet otthon, hogy hát menekült az úrhoz, és segítségért kiáltott, hogy segítsen neki az úr ezt a helyzetet kezelni, ami otthon volt. És hát jöttem én is, és akkor nagyon jókat tudtunk beszélgetni. Ő elmondta az ő dolgait. Nekem meg tök jó volt azt érezni, én 8 éves korom óta ugye szüleim megtértek, és én is keresztény neveltetést kaptam, bár én akkor nem éltem ebbe a világba, mármint a keresztény világba, igen. hanem a másik világba éltem. Bulis voltam, viszont nagyon örültem a témának, mikor ezt felhoztam, mert hozzá tudtam szólni én is. Tehát, miről van szó. Igen. És hát egyre jobban azt vettük észre, hogy közeledünk egymáshoz ezekben a témákban, és támaszai vagyunk egymásnak. Ő egyre jobban az ő benne lévő tűz és szeretet, ami volt, az egyre jobban átragadt és megérintett engem. De jó. Olyannyira, hogy egyszer aztán... volt egy nagy jelenet. Igen. Volt egy lánynak szülinapja ott a tánccsoportban, és ott történt egy olyan, hogy ott beszélgettünk, és ott is mondott valami sztorit otthonit, és megöleltük egymást. És az az ölelés, az olyan volt, hogy én ott olyat éreztem abba az ölelésbe, hogy mint még soha. Tehát én ott megkaptam szerintem a bizonyságot arról, hogy ő a másik felem. Ezt akkor de még nem fogalmaztam nekem, így nekem meg magamban. Mondtam. Én azt én még nem tudtam így megfogalmazni, de valami olyat éreztem. Megérintett. Nagyon. És téged is? Egyébként ez kölcsönös volt? Én igazából nem emlékszem. Te nem is emlékszem át. Szerintem annyira, akkor. Tehát én ott sírtam is, hogy úgy üleltük át uh-huh. egymást, és szerintem azért nem nagyon emlékszek rá, hogy rám hogy hatott, de biztos, hogy ugyanígy hatott rá. Nem rám. Biztos, mert lehet, hogy ez nekem lehet, kellett. Hogy neked kellett lehet, hogy a férfinek kell először sok esetben kapni egy ilyen intuíciót, vagy igen, valamit, igen, amire igen. aztán a másik fél a hölgy tud reagálni. Nálad mikor alakult ki így Gergő iránta több, mint szimpátia? Ez egy folyamat volt? Szerintem, hát, nagyon hamar uh-huh. nálam.
Alig vártam már, hogy menjek tánciskolába, hogy láthassam őt. Olyanokat csináltam, hogy eldugtam a táskámat, hogy megnézzem, hogy hogy reagál arra, hogyha nem, azt hiszi, hogy nem vagyok ott a táncórám. és onnan le tudtam szűrni azt, hogy ő igazából érez-e valamit irántam, vagy nem. És hát meglátta, hogy nincs ott a táskám, akkor utána már elmondtad, hogy idegeskedtél, hogy nem jöttem, meg hogy hol lehetek, meg ilyenek. Úgyhogy szerintem egy pár hónap, egy 2-3 hónap, és én már ott bevallottam neki. Bevallottad? Bevallottam. Te vallottál neki először szerelmet? Elmondjam, hogy... Na mondd el! Nem kis cuki vicces szólyna. Nem akarom. De olyan kis cuki, na hagyd mondjuk. De nem cuki. Ne, biztos cuki. Cuki, elmondom. Cuki. Nem cuki. Mindig a táncóra után az volt, hogy ő busszal ment haza, és elkísértem a buszhoz, és akkor is nagyon jókat beszélgettem, és akkor... És akkor kísértem a buszhoz, és valahogy én picit előrébb mentem, és azt vettem észre, hogy ő lemaradt, és a fő út közepén ő megállt, és dobbantott egyet a lábába, és azt mondta, hogy én szerelmes vagyok beléd. Nem tudtam, hogy mondjam el neki, meg gondolkoztam, forgott az agyam, meg mindenki, akkor mondjak, hogy mondjam. Gergő még nem vallott neked szerelmet. Nem. De bátor vagy. És akkor csak megfogtam, megálltam, és kiabáltam, hogy én szerelmes vagyok. Kirobbant beléled. Óriási. És kijött, és ott meg is könnyebbültem. Szép. Aranyos volt nagyon. Olyan szép romantikus történet. Nem is tudom, hogy mondtad-e, hogy ott szeretsz. Szerintem nem utána beszélgettünk. De akkor már a ölelésen túl vagyunk, ugye? Túl, ez az ölelés után volt. Tehát már bennem is voltak ott már, ott már bőven dolgok. Meg már... Hát ha már kikísérte a busz megállóba, biztos mindig, voltak. Mindig. Csak nem kísérgetett minden leányt ki a busz megállóba. Nem voltam ilyen kaszanova típus, vagy semmi ilyesmi nem volt. Aztán egyszer ott történt a nagy fordulópont, amikor ugye én bulizós voltam akkor nagyon, az volt igazából nekem a drogom, itt a Budapestre jártam fel bulizni, és akkor ő kísért engem ki ahhoz a buszhoz, amivel jöttem volna fel Budapestre, és megvettem egyemet, természetesen utolsónak szálltam fel a buszra, és ő lennmaradt, és ő felszólt nekem, hogy csak ennyit mond, hogy ne menjél. És én lenéztem, hogy hát megvettem egyet, meg minden, és leszálltam a buszról, és nem mentem, és ott jött el a fordulópont, hogy akkor ott meg is beszéltük, hogy ott akkor... Ott már mentünk a szüleidhez. Mentünk anyuékhoz, és elmondtuk nekik, hogy mi ezt komolyan gondoljuk, és hogy... Akkor ott vállaltátok fel a kapcsolatotokat. Igen. Aha. És a megtérés, az így ezután jött akkor az életedben? Nekem igen, nekem igen. Ezek alatt, az idők alatt én már elkezdtem járni gyülekezetbe. Jött is. Jött velem, ugye, ahogy én jártam, én húztam magam után. De jó. És már utána nem bulizni járt, hanem velem járt bulizni a gyülekezetbe. Igen, igen. És nálad a megtérés az ilyen radikális fordulat volt? Nekem nagyon, nagyon, és nagyon erős volt igazából, mert pont ugye mentünk egy ilyen istentiszteletre, és pont egy olyan alkalom volt, ahol imádkoztak az emberekért, és én még nem tapasztaltam meg Isten erejét azelőtt úgy igazából soha, és azon az istentiszteleten ott megtapasztaltam, és az annyira erősen hatott rám, hogy utána olyan dolgok történtek az életemben, amik ilyen, én is bekerültem az első szeretetbe, és az ilyen óriási élmény, óriási időszak volt nekem, amiket akkor megtapasztaltam, például soha nem olvastam ki egy darab könyvet se azelőtt, még a kötelező olvasmányt se. Aztán meg azt vettem észre, hogy órákat ragadok a fotelba, és kiolvastam egymás után egy csomó könyvet, stb. Bibliát is elkezdtem. Bibliát is, minden. És utána megbeszéltük, hogy akkor mi össze szeretnénk kötni az életünket, és akkor elkezdtünk járni tanácsadásra, ami nagyon fontos egyébként, házassági tanácsadásra. Na, ti már akkor ezen részt vettetek? Igen. Ilyen felkészítő? Igen, jártunk Kornélhoz, Illés Kornélhoz, Gyetvai Gabihoz, ott a Gyüliből szolgálókhoz, és nekünk ez nagyon kellett. Kellett? Nagyon. Mi az, amit ott kaptatok, ami kellett nektek szerinted? Hát igazából felkészített minket arra, hogy hogyan kell majd házasságban élni. Egymáshoz hogyan alkalmazkodjunk. Igen. Mondjuk, ha jönnek majd a nehéz időszakok, ezeket is elmondták, házasságon belüli dolgokat is. Szerintem ez nagyon, nagyon kellene egyébként, nem csak keresztényeknek, sőt mindenkinek, hogyha esetleg már tudja azt a pár, hogy ők össze szeretnék kötni az életüket, akkor előtte szerintem annyira brutálisan jót tud tenni az, hogy egy ilyen akár házasság felkészítőre, vagy tényleg házassági tanácsadásra elmenni,
mert belénk égtek, nagyon, nagyon sok dolog belénk égett, tanácsok, hogy, hogy én majd hogyan viselkedjek. Aztán természetesen az első években semmi nem ment ebből. Ez így szokott lenni. Ah, igen, de harcoltunk, és tudtuk, hogy miért kell harcolni. Viharosak voltak az első évek? Nagyon. Hát szerintem mi az első években annyi mindenen átmentünk, mint más 30-40 év alatt. Nagyon gyorsan. De ez miért? Mitől lehet szerintetek? Hát azt beszélgettük, hogy lehet, hogy az Úr már készített minket erre az időszakra fel amiben most élünk. Uh-huh. Hogy most, hogy ebben a helyzetben meg tudjuk már állni a helyünket. Uh-huh. Igen. Lehet. Igen. Mert ugye most az van, szoktam mondani, hogy mások, nem tudom, reklámoznak termékeket, vagy nagy cégeket, vagy nem tudom mi, reklámarcok, meg stb. És én azt szoktam mondani nekinek, hogy mi a hűség reklámarcai vagyunk, és ez nem kis dolog, ez nagyon, ez nagyon kemény harc egyébként, és főleg úgy, hogy azért most csúnyán mondva a kirakatba vagyunk, és látnak minket az emberek, és ez egy nagyon nagy teher. Tehát a házasságunk elején, igen, brutál dolgokon mentünk keresztül, nagyon nagy nehézségeken, nagyon sok mindent én félre gondoltam, félre csináltam, és pont a hetek készített velem egy interjút, ahol el is mondtam, hogy például van az ige, hogy a feleség engedelmeskedjen a férjének. És ezt nagyon szó szerint én azt vettem. Nagyon. Én ott a házasság elején, és én azt gondolom, hogy szerintem sokan így vannak ezzel, férfiak a házasság elején, és ez egy nagy hiba, én erre rájöttem. Már beláttad is, hány év után? 14 év után. Nem, már előbb. Már előbb beláttam. Igen. Miki gyorsan beláttatta veled. Igen, nem, és én is észrevettem, hogy nagyon törvénykezően vettem ezt az egészet, és azt kezdtem el látni, hogy az egész, hogyha ezt így folytatom tovább, akkor falakat épít benne, és akkor miért várom én majd, hogyan várhatom el azt, hogy én pedig megkapjam azt, hogy tiszteljen és szeressen, stb., amikor én falakat építek benne, amiket majd nekem kell lerombolni. Tehát saját magamnak csinálok munkát azzal, hogy ilyen törvénykező vagyok, és ilyen, nem tudom, utasító vagyok. Aha. És rájöttem egyébként jó pár évvel ezelőtt, nem olyan régen egyébként, tehát ez egy kemény meló, komolyan. Egy olyan, egy 5-6 éve vagyok olyan, hogy azért már tudom, hogy hol a helyem. De tényleg meló volt. Igen, tanúsítom. Ugye? De tényleg, igen, nagyon sokat változott ezen a területen. Akkor neked főleg ezt kellett megtanulni, ezt a vonalat? Igen, nekem azt kellett megtanulnom, hogy ne szóljak neki mindenért. Például házasságunk elején egy nagyon-nagyon erős mondatot kaptunk egy vezetőnktől, amikor összeházasodtunk, és odajöttek az emberek kívánni nekünk szép dolgokat, akkor ez az egy ragadt meg bennünk olyan szinten, hogy talán a házasságunk, majd életünk vezér mottója lett. Mottója lett. Azt mondta nekünk Olá Zoltán barátunk, hogy azt kívánja nekünk, hogy el tudjuk hordozni egymás hibáit szeretetben, de jó. Anélkül, hogy felhívnánk rá mindig folyamatosan a figyelmet. És nekem nekem ebben nagyon ez nagy... Ez volt az üzenet. Üzenet volt, és nagyon nagy harc volt nekem ez. Aha. Az, hogy ne szóljak mindig mindenért neki. Aha, a hibáiért, vagy ami nem tetszik. Igen, vagy ami nem tetszik. De sokszor ezek nem is hibák, nem? Csak ilyen stilisztikai különbségek, igen, például. Így van. Igen, így van. És nekem ez brutál harc volt. Nem mondom, hogy már tökéletes vagyok ebben. Hát senki se az. Nyilván ez egy folyamat. Igen, de én azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon sok helyen ez egy nagy hiba. És ez miatt... ugye ez miatt nagyon sok házasság véget ér. Így van. Én azt gondolom, hogy... folyamatosan veszekszenek. Hogy a folyamatos veszekedés, folyamatosan mondják egymásnak a hibáit, hogy te ne így csináld, így csináld, amúgy csináld. Nálunk mondjuk az volt, hogy ő például nem mondott nekem soha ilyeneket. Igen, te akkor nem vagy ez a kritikus típus, aki ugye a fejéhez vágna a hibáit. Én mindig inkább magamba lenyeltem, vagy csöndbe voltam, de én úgy éreztem, hogyha én rászólok valamiért, hogy akkor azzal bántom. Uh-huh. És én régen is olyan voltam, hogy ha ő csinált velem valamit, akkor én kértem bocsánatot tőle. Jé. És soha semmiért nem hibáztattad, vagy nem figyelmeztetted például, hogy ezt ne csináld, mert mit tudom én, ebből baj lesz? Szerintem
Nem. Nem igazán. De egyébként területe. Néha jól jött volna igen, ez is. Tehát igen. Neki pedig ebből is, ebben igen. is kellett... Neked meg ebből kellett igen. kijönni. Kellett erősödnie, hogy azért aha. szóljon dolgokért. Aha. Mondjuk a munka területen se szóltam soha, hogy keresi más munkát, vagy hogy jobban aha. lássa rá minket, vagy ilyesmit. Soha, soha. Mindig meg voltam elégedve azzal, amit akkor tudott nyújtani nekünk. Azért ez nagy alázatra utal, ha egy hölgy így áll szerintem a férjéhez. Igen. Igen. Akkor mondhatjuk, hogy neked a házasságban ezt kellett egy kicsit megtanulnod, hogy azért merd egy kicsit hallatni a hangod, és megfogalmazni. Most már hallatom a hangom. Tör ki a csendből, igaz, kitört a csendből. Most már kell nekem kellett csendbe maradni. Nem hiszem, hogy azért megfordult ez, vagy nem. Igen? Nem, de azért most már bátrabb vagyok, és én is most már merek mondani uh-huh. neki, hogy szerintem ez így nem jó, uh-huh. vagy ne csináljuk ezt így, mert ez az én szemszögömből ez lenne jobb. Uh-huh. Aztán tehát ezt akkor jobban partnerekké váltatok. Aha, meg aha. én kívánom is ezt, tehát én nagyon sokszor aha. el is mondom, tehát a szakmailag is, ha bármi van, akkor nekem nagyon fontos az, hogy ő mit gondol arról a dologról, vagy hogy szerinte jó ez, vagy nem jó ez, meg ki más... ...nak a véleménye számítana a legerősebben, mint az övé, mint a feleségemé. És nagyon sokszor én nagyon jónak gondolok dolgokat, és te figyelj, ezt így gondolom meg, hú, de jó lesz meg. Ez az ötletem, ezt elmondom neki, és ő meg... Semmi. Hát nem tudom, neki ez így annyira nem. Én meg annyira lelkes voltam, uh-huh. és akkor ő ezt így elmondja, aztán meg átgondolom, és tényleg... Nagyon uh-huh. sokszor neki lett uh-huh. igaza, hogy tényleg nem annyira kicsit jó. Kicsit leszállít uh-huh. akkor aha. a földre. Aha. Igen, igen. Uh-huh. Én nagyon álmodozó, nagyon tervezgető, nagyon... Uh-huh. Kreatív. Kreativitás, uh-huh. az állandóan így lobog benne. Hát ezt mondjuk a te pályádat szerintem csak így lehet sikeresen igen. csinálni. Igen. Na és akkor is sokszor ezt így helyreállítom. Igen, uh-huh. igen. Úgyhogy... Sokat tanultatok akkor az első nagyon években, sokat tanultunk uh-huh. és nehéz első volt, években. Azt mondjátok, kihívásokkal teli. Gondolom azért az anyagi nehézségek is biztosan nagyon rátettek egy lapáttal a kapcsolatra, meg a családi életre, nem? A kapcsolatunkra nem. Kapcsolatra. De jó. Nem. Általában, mondod, akarsz mondani? Mondhatod. Általában nehézségek minket megerősítenek. Tényleg? Aha. Jobban egymásba kapaszkodunk. Ja, igen. És amit említett is a Niki, hogy ugye az X-faktor előtti időszakunk az ott azért, az ott kemény volt anyagilag, és ő például nem úgy állt hozzám, de hát te vagy a férfi, menjél és csinálj valamit, mert nincs gyógyszer a gyereknek, vagy ez, tehát ő soha se ezt a hozzáállást tanúsította, hanem mindig azt mondta, hogy majd az úr segíteni fog, uh-huh. és hogy majd biztos jön valami. Le a kalappal, Niki. Azért sok nő ezt nem így csinálna. Így van. De így én van. Mindig láttam, én ránéztem, És nagyon a padlón voltam. És ennyire bíztál benne? Hogy ő akarná, tehát ő nem azért nincs pénzünk, mert ő nem akarja, vagy lusta. Hanem a lehetőségek, igen, ugye korlátozottak. És én sajnáltam, és akkor inkább azt mondtam neki, hogy semmi baj, nyugodjunk meg, az Úr biztos, hogy adni fog nekünk, nem fog hagyni minket az Úr, ő se izguljon ezen, nem, ne legyen neki ennyire nagy teher, mert nagyon maga alatt volt ezekben az időszakokban. Uh-huh. És hála Istennek mindig úgy lett, mindig vagy bekapogott hozzánk valaki, és megáldottak minket. De úgy, jó. Hogy... Tehát akkor az anyagi nehézségek, családi feszültségeket nálatok nem okozta, nem. hanem inkább egymás felé fordultatok. Igen. De mondtátok, hogy voltak nehezebb időszakok, akkor azok miből adódtak az életetekben? Hát azok igazából abból, amit említettem is, hogy én például nagyon sokszor ugye a hibáj. Ilyen házassági kapcsolatbeli dolgok voltak azok, meg ugye az ő oldaláról is, ahonnan ő kiszakadt, tehát valaki valahonnan jön, és valamit hoz magával. Tehát ő nagyon sok mindent ugye behozott a házasságunkba, ami az ő életében volt benne anno, annak idén. Amit nem könnyű egy embernek leharcolni, vagy kivetni magából, amiket ő otthon kapott, vagy gyerekkorában, ami őt érte. Tehát azok azért jönnek az emberre. Ajaj. És nagyon nagy személyiségbeni nehézségeket okoznak. Ő például nagyon nehezen szabadult fel, nagyon nehezen engedi el magát, nagyon nehezen adja át magának, nagyon nehezen tud átszellemülni például. Én például pillanatok alatt át tudok szellemülni, bárhova. Igen, de ez a művészethez kell. Igen. Ide is átszellemültél. Igen. De már a Niki is látom, abszolút.
És ezen például, ez például nagyon sokszor, ez is volt konfliktusok nálunk, hogy nagyon sokszor mondtam neki, hogy de hogy itt vagyok melletted, és van is egy dal, amit azért írtam na, neki. Na melyik az? A Keskenyút? Velem szabad. Ja, Velem szabad, az a címe a dalnak. És az mert arról viszont a Keskenyútban láttam, hogy szerepel a Niki. Igen, a Keskenyútban is szerepel, meg az Érted Élekben is szerepel, azt is neki írtam. A Velem szabadot is neki írtam, és a Velem szabad az pont arról szól, hogy elmondom neki a dalba, hogy itt vagyok, és velem legyél szabad, és mindent, amit szeretnél. Oldódj föl, és mindent, amit szeretnél, amire vágysz, azt velem akard megélni, mert segítek neked. Jó, hát ez könnyű mondani. Mert pont ez, amit mondtál, Gergő, hogy ugye mindenféle családi, szociális okokból gondolom olyan falak épültek ki benned, amit gátban. Azért ami áttörni. Nekem kicsit nehezebben megy, mint egy olyan embernek, amilyen családból ő jött. Igen. Értem, de már akkor ebben is úgy jó úton jártok, meg haladunk. Sokat segít haladunk, akkor haladunk, így a dalok, a művészet is. Például amúgy a karantén időszakot azt ti hogy éltétek meg? Hát az első 3 hónap az nagyon jó volt. Nagyon, én nagyon élveztem. Nagyon nagy áldás volt. Ugye akkor már 4 gyerkőc volt. 4 gyerkőc volt, így van. Pont a 2019-es évünk az brutál hajtás volt. Talán az addigi legkeményebb évünk volt, hála Istennek. Nagyon, nagyon jó volt. Akkor építkeztünk, akkor vettük meg a saját házunkat. Talán az egyik legáldottabb évünk volt a 2019-es év. De akkor amúgy is a hangulat, én azt tapasztalom, hogy annyira dübörgött minden felső fokon, nem? Igen. Szóval egyébként is, hogy bejött ez a járvány, és ezt levágta, óriási nagyon kontraszt. Durva megállás volt hirtelen. Na és hát akkor egy kicsit, hát nyilván annak, hogy munkám az full nem volt, ott szintén csoda korszak volt anyagilag számunkra ez, mert pont ugye házvásárlásba öltünk bele minden, és egyszer csak nem a pénzkeresés jött, vagy a fellépések, hanem mindent így lemondtak, tehát ott a hitünk megint meg lett próbálva. Viszont családilag, azt az első 3 hónap nekem az annyira csodálatos volt, mert ugye nagyon mentem sokat, és nem voltam otthon. És például az egyik legcsodálatosabb nap az volt, mert próbáltuk mindennapunkat beosztani, hát otthon vagyunk, gyerekeket csinálj. És programokat otthon, meg a házon. Muszáj valami rend, gondolom, igen, ennyi gyerekkel. Különben anarchia. De hát nálunk az volt. Igen, és akkor volt egy olyan, amikor azt tűztem ki napi teendőmnek, hogy megfigyelem a gyerekeimet. Tényleg. A 4 gyerekemet. De jó, itt van a lelkészetek, Illés Kornér a szomszéd stúdióban, vagy gyere be beköszönni. Hát ez egy meglepetés nekem is, nem várt fejlemény. Gyere be nyugodtan. Na. De azért folytasd. De jó. Na, hát így örülünk mindig a pásztorunknak. Igen, volt egy olyan napom, amikor az volt így, azt tűztem ki, hogy... Ez nem egy megrendezett jelenet, gyere be, élő adásban vagyunk, Kornél, de nyugodtan köszönj be, hát ez egy óriási meglepetés, nem is tudtuk, a Ritához jöttél. Szia, igen, áldjál az úr, de jó. Na milyen meglepetés? Majd a fiatak mondta, hogy már nem akarom elvenni az időt. De hogy veszed, de jó, hogy itt vagy. Már emlegettek. Nem is egyszer. Nem tudom, mi a téma, de... Akkor csak jókat tudunk mondani, Gessi. Jó interjúzás nektek is, örülünk, hogy találkoztunk. Az élőadás varázsa. Igen, nagyon jó. Na, tehát igen, hogy megfigyeled a gyerekeid, neked ilyenekre volt lelki kapacitásod ebben az időszakban. Igen, ez és az egyik legjobb napom volt, mert úgy mondom ezt, hogy megfigyelni, hogy most akkor megfigyelem azt, hogy melyik gyerek mire, hogyan reagál, hogy így a személyiségüket egy kicsit jobban vizsgálni. Megvizsgálom. Most volt időd, igen. Volt rá időm. Ilyen lopakodó üzemmódban voltam, mindig figyeltem. Gyerekeket levették, vagy nem? Nem vették ezt észre. És mindig figyeltem, hogy például az egyik hogyan reagál arra, hogy te testvéri szeretet például milyen, hogy melyik engedékenyebb, melyik nem engedékenyebb, melyik egy kicsit csendesebb, melyik a hangosabb, melyik az, aki nagyon törtet, hogy ő neki akar. És egy csomó mindent így észrevettem rajtuk. Ilyen elemzést nem írtál? Nem. Kellene volna, és kiadhattad volna a könyvbe. Jó ötlet. Ott például észrevettem, hogy Karla, aki itt van velünk, ő nagyon erős abban, hogy azonnal ott van, ha segítségre van szükség. De jó. Azonnal ott terem. És nagyon észreveszi azt, hogy az ember milyen hangulatban van, és akar érte tenni, megkérdezi, hogy mi a baj, vagy mi van rossz kedved, stb. Ott például én ezt észrevettem benne. Én empatikus. Nagyon, akkor. Nagyon az. És ott mond, beszélgettem is fel, hogy lehet, hogy neki majd ilyen pályára kéne majd valamikor lépnie. De jó. Dennis pedig olyan, hogy fejel neki a falnak, ő csak focizni akar még, ő még gyerek,
ő még jön meg. Ő csak rúgja a labdát. Ez teljesen természetes, érthető. Anna, ott van Anna. Nem akkor láttad meg, ahogy a hangját Annának? És Annácskán viszont akkor vettem észre. Na, zenei talentum. Hogy a zenei, azt én nagyon kutatom, nagyon figyeltem mindig, hogy uram, valamelyik gyerekem szeretnétek azért már. Szeretnétek akkor? Én nagyon, nem szeretné. Akarom, hogy... Te nem, Niki? Én nem szeretném, ha ezt a pályát... Én se azért akarom, hogy ezt a pályát gyerek. Kövessék Te majd. Félted ettől igen, a pályától. Igen, igen. Te meg azért nem bánnád akkor. Nem, én nem azért akarom, hogy erre a pályára lépjenek, csak úgy jó lenne, hogyha valamelyik gyerekem úgy tehetséges énekes lenne. Nem szánnám őket erre a pályára, de természetesen, ha ők majd ezt akarják, és ez a vágyuk, akkor fogom támogatni őket, de én nem tervezem ezt. Persze. Csak olyan jó lenne, tudod, hogyha látnám, hogy valamelyik gyerekem énekel nagyon jól, tehetségesen. Én ebben biztos vagyok, hogy biztos, hogy lehet, hogy az összes gyerek csak titkolják, vagy nem annyira nem buti. Tudom, eddig még egyiknél sem vettük. Nem mondjátok. Most a Holliba bízok, hogy talán ő lesz. Hát de nálatok a család is, hát ha jól tudom, a Radics Gigi az unokatesód, meg még rengetegen zenészek, nem tudom elképzelni, hogy ne lennének gomba tehetségesek nagyon remélem, a zenei téren a gyerekek. Hát Denis, ő nagyon jól dobol. Uh-huh. Ő dobolt. Ott már megvan egy zenei. De az, hogy énekelni valamelyik lányt, jaj, de... Igen, a női hang, igen, az olyan szép lenne. Na és akkor Annánál? Annánál volt egy pillanat itt a karantén időszakban. Hát igen, ott megörült, felugrott az ágyról. Igen, hogy volt egy... hirtelen akartam mondani az előadót. Na mindegy, ilyen régi 60-as évekbeli zenét hallgattunk. Jé. És nagyon szerette, az volt a kedvenc. Ilyen rock and roll, ilyen Fenyő Miki stíl, de a régi amerikaiba. Aha. És akkor Annának az volt a kedvenc, mindig táncolt rá, meg énekelte. Good God, Miss Molly. Ezt énekelte. De jó. És énekelt, és elkaptam a hangját, hogy ugyanabban a hangszint, hangnemben, ritmusban, mindent elkapott egy két mondatot, és megálltam. Hány éves? Másfél éves volt. Wow. És ezt ott elkapta, és mondtam neki, mondom, megvan, Anna lesz az. Akkor ezért vállaltok ennyi gyereket most már. Addig megyünk, amíg valamelyik. Majd a Holli. És ott nagyon megörültem, és már írtam a barátoknak is, hogy az Anna énekelt, és elkaptam. De azóta nem hallottad még. És azóta nem. És már 4 éves, vagy 3, már nem négy tudom. Már 4 éves, te jó ég! Nem vicceljetek, hát még annyi időtök van, ja, mint a tenger. Úgyhogy reménykedem benne, hogy valamelyik biztos, neki csodálatos. Én ebben biztos vagyok. Egyébként a gyermeknevelésben van valami koncepciótok? Elveitek, hogy mi szerint hogyan nevelitek őket? Szigorú szülők vagytok? Nálunk én vagyok a szigorúbb, de mivel én vagyok velük többet, úgy gondolom, nekem is kell szigorúbbnak lennem. Mert ha az apukájuk otthon van, akkor borul minden. Uh-huh. Tehát akkor ráugranak, másznak, mindent csinálnak, azt hiszik, hogy akkor mindent szabad. Este is, mikor mondom, hogy most menjen be altatni ő, abból nem altatás van, hanem vagy boxolnak, vagy egymás hátán vannak, ordibálnak, visítoznak, és akkor mondom, inkább menj ki a szobába, majd én elaltatom őket. De szerencsére van azért egy olyan... Tehát én azt nagyon szerettem volna így, amikor tudtuk, hogy majd jönnek a gyerekek, hogy legyen azért egy apai tekintélyem az mellett, hogy én vagyok a bolondos, aki bármit megteszek, csúszok, mászok, igen, felmászok, dobálom őket, meg minden. Velem bármit meg lehet csinálni, engem le lehet venni a lábamról nagyon könnyen, akár egy mosolyjal, akár egy érintéssel, hogyha gyerekek vagy. Ami a legnagyobb dolog, amikor mai napig is, pedig már 5. gyereknél tartunk, de amikor azt mondják nekem, hogy apa, tehát nekem ez egy olyan legcsodálatosabb szó. Aha. Komolyan, és nagyon sokszor még most is elérzékenyülök rajta, hogy valaki ki engem mondja. Úgy szólít, hogy apa. De jó. És én azért szerettem volna ez mellett, hogy velem sok mindent lehet csinálni, hogy azért apai tekintélyem az legyen. És azért az mondjuk el, van. Hogy az azért hál' Istennek megvan. Sikerült? Ez megvan, persze. Én szólhatok százszor. Nem ő a 6. gyerek? Néha igen. Én szólhatok százszor, és nem mindig csinálják meg azonnal, de ha ő szól egyszer, akkor ott csend van. Van tekintélye. Igen, és akkor az megvan. És van, amikor már azt mondom, hogy most már gyere te, és most már szóljál nekik te, és akkor jön ő, és akkor így minden helyre áll. Vagy hogyha rosszalkodnak, vagy nem tudom mi, és lent vannak a nappaliba, ott mennek a dolgok. Jó testvére. És hallom, hogy ő szól, meg mit, aztán egyszer csak én megjövök, és csend van. Igen.
És érdekes. Van. Mert előtte érdekes. Nem merik már azt igen, csinálni, nem, amit ő előtte mernek. Akkor nem is kell nagyon beavatkozni. Hát valamikor így lekiabálok neki, hogy Gergő, és akkor már, szerintem már az is elég a gyerekeknek, mert már mondjuk, jön apa, és mindenki szalad a helyére. És jó testvérek? Tehát így, vagy azért hangzavar gondom biztos, hogy van nála. Hát az kell, hogy legyen. Testvéreknek nagyon jó testvérek. Hát ez a gyerekkori harc, ez megvan, ami minden családban szerintem megvan. Én is, mi is öltük egymást, négy lányok voltunk testvérek, és mi is harcoltunk. Négy lány? Uh-huh. És harcoltunk egymás ruháim, meg mindenen. De nagyon szeretik egymást, segítőkészek, a kisbaba körül is nagyon segítenek, odafigyelnek ránk is. Igen. Úgyhogy igen. Nagyon, nagyon jó áldott gyerekek. Uh-huh. Hát nekünk kevesebb néha a türelmünk. Uh-huh. Hát igen. Ez teljesen érthető azért szülőknél, mert azért mégiscsak felőrli az embert, gondolom, ez a mindennapi rutin, mókuskerék, ez a sok munka velük, igen. Hát ez brutális igen. Lehet. Hát Gergő, egyébként sokat van otthon, vagy azért sokat vagy egyedül így magadra hagyva? Hát ez változó a karanténnak, én nagyon örültem, mert nagyon sokat volt velünk otthon. Ja, igen, egyébként innen indultunk ki. Igen. És hogy az első három hónap jó volt. Igen. Aztán nem. Utána már nem. Aztán láttam rajta megint ezt a, hogy nagyon rossz volt neki, hogy nem volt munká. Hát utána már mentem volna, igen, tudod, igen. Tehát egy ilyen hirtelen dologból kiszakadni, és egyszer csak megállni. Mondtam, a három hónap az csodálatos volt. Mm. Csodálatos volt. Ezt de utána már, azt mondtam, hogy uram, már sokat voltam a családdal is. Már, pipa! Már mindent észrevettem, megfigyeltem rajtuk. Most már mehet dolgozni. Most már hogy menjünk, dolgozzunk. És akkor meddig nem volt koncerted? Hát a 2020-as év az full. Az fullra kiesett. Az teljesen. És az tényleg otthon ilyen... koncertezett. Otthon és koncertezett. Akkor voltak tartalékok, vagy valami, ugye tudom, hogy abban az időben, hát aki amihez tudott, nyúlt, volt, aki futárnak állt, szóval egészen elképesztő dolgok mentek. Tehát akkor valahogy átvészeltétek ezt az időszakot anyagilag is. Nekem hát... nem volt tartalék. Nem. Akkor építettük a házat, pont beleöltünk. Ja, 2019-ben nekünk minden pénzünk, ugye... Nem volt otthonunk, mi albérletben laktunk, és 2019-ben tudtuk megvásárolni a saját házunkat, és felújítani, és mindent beletettünk igen. Oda. És hát úgy volt, hogy hát akkor majd márciusban indul a szezon, és akkor majd mindent vissza, szépen visszarakunk mindent oda, hova kell. És hát nem ez az időszak jött sajnos, hanem full. Tehát nagyon rossz kor jött ez a karantén. Igen. Hát tényleg azt mondom, hogy csoda időszak volt ez is. Isten ezt is teljesen isteni gondviselés volt az életünkön, de tényleg. Jó. És újra megéltük ezt, hogy ez mennyire valóságos az isteni gondviselés, hogyha az ember tényleg nem aggódik az felől, hogy mit tegyen, mit igyon, hanem először az Isten országát keresi, akkor minden megadatik neki, hogy ez megint valóság, és tényleg valóság, ez nem egy mese. Hm. Mint hogyha az Úr megint emlékeztetett volna egy kicsit hogy bennünket erre. Hogy lehet csak meg figyelni, hogy reagálunk arra, hogyha nincs. Hát ez egy próbaidőszak igen. Volt próba azért időszak mindenki volt, számára. És egy picit volt nekem egy olyan pillanat, amikor bejött a félelem egy kicsit, hogy én nem akarok oda visszamenni már, ahonnan indultunk. Abba a kilátástalanságba. De aztán az Úrral töltött idők mindig adtak nekem rémákat, és megerősítettek bennünket, hogy ez már nem lesz így. Uh-huh. És akkor hála Istennek kijöttetek ebből igen. Az időszakból, és gondolom most már azért valamennyire visszaállt a igen, zenei aktivitásod. Igen. Tehát... Már 2021-ben az év második felétől kezdve ott már kezdett minden visszajönni és helyreállni. Uh-huh. De például volt úgy, hogy én is el akartam menni, mondtam Mikinek, hogy menjek el futárnak én is, mondom, Salgótarjánba annyira nem megy ez, menjek föl Pestre, menjek egy gyárba, vagy bármit elvá. Nem engedtem. És pont kedves pásztorunktól is kértem tanácsot, Ülés Kornéltól, és ő is azt mondta, hogy dehogy is, hogy nem, neked ez már hogy nézne ki, meg nem. Nem menj vissza. Azt mondta nekem, és ez is annyira jó volt, és annyira erős dolog volt, hogy bízzak az Úrba, ne inogjak meg, keressem őt, mert majd az Úr úgy fogja alakítani a dolgokat, hogy az jó legyen. Uh-huh. És tavaly decemberében egy olyan dolog történt, hogy amire nagyon régóta vágytunk, uh-huh. Szerettem volna egy fix
Ugye én a nekünk a fellépésekből van a bevételünk. Uh-huh. Tehát az olyan, hogy ha Olá Gergőt akarják, ha engem hívnak meg, akkor van pénz, ha nem engem hívnak, akkor nem nekem. Uh-huh. Elég kiszolgáltat. Igen, igen. Hitből élünk. Legjobb. De azért kéne valami alap, ugye? Csak nagyon szerettük volna, hogy legyen egy fix. Igen. Valami fix jövedelem, amit tudok, hogy jön minden hónapban. És csak akkor... nem a mentorkodás. Uh-huh. És akkor pont ezután a dolog után, amit Kornél mondott nekem, hogy nyugodjak meg, bízok az Úrba tovább, és keresem, és majd az Úr úgy alakítja a dolgokat, hogy az jó legyen. Uh-huh. És akkor 2021-ben volt egy... nem fellépés volt, hanem meghívtak egy iskolának az évnyitójára, ott Bátony terenyén, mert a Pécsi Gandhi Gimnázium becsatlakozott a Bátony terenyei egy gimibe. És meghívtak annak a megnyitójára. És ott volt Sztojka Attila, kormánybiztos úr, és ott ő hallott, végighallgatta az én előadásomat, amit a gyerekeknek mondtam, és beszéltem is, amiket énekeltem. És utána ő odajött hozzám, és azt mondta nekem, hogy Gergő, neked van munkád? És így nem tudtam ezzel a kérdéssel mit kezdeni, munkámat. Van munkám. Néha hát, van, hogy igen, néha. Hát járom az országot, nem fellépek, előadásokat tartok, azt mondja, nem. Hivatalos munkád van-e? Hát mondom, most úgy, hát hivatalosan ezt csinálom, hivatalosan előadó művész vagyok, de úgy nincsen. Azt mondja, akkor mostantól lesz. De jó. És így ott nem tudtam mit kezdeni, mert az egyik dolog az életemben most ez, amit a legjobban szeretek, hogy ezeket a motivációs előadásokat tartom 2018 óta, és akkor ő elmondta nekem, hogy akkor a Gandhi Gimibe ez lennék, és az lennék, és egyezzünk meg, és bármi, ez, és az, és a többi. Úgyhogy hivatalosan fellettem véve, és mentor és motivációs trénerként dolgozom a Gandhi Gimnázium keretein belül, és járom az országot, és toborozzuk a gyerekeket a Gandhi Gimiben is, meg motiváljuk őket. És ez arról szól, hogy hátrányos helyzetű fiatalokat elsősorban? Tehát, elsősorban, de beszélsz. Nem csak. Nem csak, aha. Igen, igen. És mifelé motiválod őket, hogy dolgozzanak, törjenek ki a helyzetükből? Ez nagyjából erről szól? Igen, nagyjából erről, de ugye az van, hogy ez az iskola, például a Gandhi Gimnázium, egy nagyon jó rendszer, nagyon-nagyon erősen foglalkozik a tehetséges gyerekekkel, és nem engedik el a kezüket, miután elvégezték az iskolát, azután sem. Tehát egy tényleg nagyon biztos, nagyon bomba jó rendszer ez az egész. Évek óta járok hozzájuk. És az én feladatom az, hogy elsősorban motiváljam a gyerekeket arra, hogy lássanak túl attól az életkörülménytől, amiben benne élnek. Mert nagyon sokan beleragadnak abba, és akkor hát elfogyják, ő ma így él, meg akkor onnantól kezdve. A szülőknek konkrétan már nincs ereje arra, mert a szegénység, a kilátástalanság annyira lenyomja a lelküket, hogy már nincs ereje arra, hogy elmondja a fiának azt, hogy fiam, tanuljál, fejleszd magad, mert így lesz más életed, mint nekünk is. Igen. És ne legyen olyan életed, mint nekünk. Igen. Nincs már a szülőknek erre ereje. És akkor igazából ez az én feladatom, hogy én viszont elmondom nekik, hogy van más lehetőség, van lehetőséged arra, hogy jobb életed legyen, van lehetőséged arra, hogy értékes ember váljon belőled, van lehetőség arra, hogy példakép legyél, hogy kitörjél, hogy más legyél. És én ezeket a saját életem tapasztalataiból elmondom nekik. Ez egy interaktív előadás, én kérdezem őket, ők kérdeznek engem, nagyon élvezem, nagyon szeretem. Hát ez nagyon fontos. Hála Istennek, hogy ebbe így akkor hivatalosan is be tudtál csatlakozni. Nagyon elment az időnk, és én nagyon sajnálom, mert még óráig, igen, ezt akkor folytatnunk kell, de még akkor gyorsan egy-két mondatban válaszoljatok, hogy jövőbeli tervek, éppen most milyen projekten dolgozol, hát még a munkásságodról alig beszéltünk valamit, de sajnos most nem is tudunk, de folytatjuk. Jó, hát akkor gyorsan, röviden. Nagyon sok minden van. Jövök dalokkal, nyilván most éppen dolgozunk egy projekten. Igen, meg egy klippen is. Ami... Te is benne vagy? Nem. Hát a háttérben, persze, benne van. Mindenben benne van. Jön egy dal, ami most nagyon aktuális a mostani helyzetre. Hogy ugye félelem nagyon erős most a világban. És már tavaly született meg ez a dalom, és most hallgattam meg pont reggel, és annyira durván aktuális, úgyhogy most azzal sietek, hogy egy-két héten belül meglegyen. Aztán dolgozunk egy titkos projekten a Geszti Péterre. Annyira titkos, hogy már el is mondod. Igen, azt nem, hogy min.
Csak az, hogy a Geszti Péterrel dolgozunk, ez nagyon fontos. Igen. Egy zenekari projekt egyébként, egy új ilyen, hát egy szórakoztató jellegű dolgot rakunk össze a Péterrel, és hát nekem ez egy nagyon nagy dolog, hogy így 10 év után nem csak az van, hogy a Péter ír nekem egy dalszöveget, hanem egy brutál nagy projekten dolgozunk együtt a Péterre, úgyhogy ebben az évben már... Fejcsigáztál bennünket. Igen, úgyhogy nyilvánosságra jön már majd ez is. Ebben az évben? Azt ígéred? Pár hónap. Szabadon egy-két fogunk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Élmény üdítő volt veletek beszélgetni itt a háborús hírek közepette, és nagyon remélem, hogy tudjuk folytatni. Isten áldjon meg benneteket gazdagon. Köszönjük szépen.